Nem akarok férfi lenni, én nő akarok lenni, és az is vagyok, de hogy egyébként nem feltétlenül kell nem nőnek tekinteni valakire, hogyha az mondjuk nem ilyen kis cuki-muki. Amikor felhívtalak, hogy gyere el hozzám sminkelni, akkor nagyon kiröhögtél a telefonba, mert azt mondtad, hogy te ezt nem csinálod, de közben pedig én látom, hát látom, látlak a videoklipjétben, meg látlak mindig, és sminkben vagy. De aztán kiderült, hogy nem tudod magad sminkelni. Hát majd mindjárt kiderül, hogy mennyire vagyok ügyes én ebben a történetben. Az is vicces, hogy egyébként, aki ismer, azt tudja, hogy ezeket már csak ezért bevállalom, hogy az emberi esendő oldalamat is meg tudja mutatni, ami nem annyira nőies. Tehát én ezzel kompenzálok. Tehát az, hogy a videoklipben, az, hogy a színpadon, az, hogy egyébként külsőleg, azért inkább nőnek néznek ki. Az nem azért jutott van, eszembe más. Nagyon sokan, amióta edzem, azóta mindig ezzel piszkálnak, hogy most már kezdek olyan lenni, mint egy igazi férfi, mert hisz, aki ismer, az pontosan tudja, hogy a belsőm az nem annyira cicalány. Hát ne, jó, hát az, az nem. Nem annyira, viszont ez azért jó, mert mondjuk tényleg nem akarok folyamatosan rövid hajjal, fiú nadrágban mászkálni, tehát hogy megtartom a nőiességemet, ezért gondoltam, hogy jó, eljövök, és megmutatom, mit tudok kezdeni a kis arcommal. Azt mondod, hogy azért viselsz mondjuk nagyon nőies, direkt akár rájátszva is nőies külső jegyeket, hogy kompenzálj? Lehet, hogy ez is így benne van, de nagyon örülök annak, hogy te ezt így látod, mert nagyon kevés emberek közé tartozol, akik hasonlóan látják. Általában a szűk családi köröm szokta azt mondani, meg látni, hogy én azért nő vagyok, egy érzékeny énem is van valahol mélyen legbelül, meg hogy egyébként én a női énemet szeretem megélni otthon, meg a színpadon is van egy olyan énem, de hogy ez nem férfias. De bántanak ezzel téged? Nagyon-nagyon sokáig nem bántottak, soha senki nem bántott, ez bennem alakult ki, mert olyan erős kompenzálás volt édesapám felé kislánykoromban, mert ő annyira fiút szeretett volna, hogy én kiskoromban abba szocializálódtam, hogy hát a férfi az férfi, mi lett neked, fiad lett vagy gyereked, gyerek lett vagy lány, mi született, és ebben nősz fel, azt látod, hogy apukád az egyébként mindenki más így letolj magasról, csak a férfi, mert az lehet a családörökségnek a sarja, aki tovább visz mindent, ő viheti tovább a családnevet, a lány mit visz tovább, még a nevedet sem. Tehát, hogy ez... Édesapád egy középkori földes úr? Egyébként majdnem. Kicsit ez úgy hangzik. Nagyon sok éven keresztül tartó munka kellett, hogy nekem ezt le tudjam dolgozni. Egyrészt a hozzá vagy a felé való megfelelésnek az eltüntetését, másrészt pedig ez a fajta kompenzálás, hogy én ne akarjak férfi lenni. Mert hisz akkor a mellettem lévő férfi sem tud majd férfi lenni, hogyha én ezt így mindig erőből akarom lenyomni, vagy megmutatni. De nyilván nem könnyű a helyzet, mert egyrészt apukám felé bizonyítottam, hogy mindent megoldottam egyedül, nőként, satnyaként, tehetségtelenül, úgyse lesz belőled semmi, ne legyél énekesnő, azok mind kurvák, miért akarsz bárban énekelni, de legyél orvos, ügyvéd, doktor legyen a neved előtt, hadd legyek rád büszke, ha már nem lettél igazi fél. Tehát ugye ez így végig is érdemnél. Fia, ez nagyon meredeken hangzik. Igen, és akkor legjobb tanuló voltam, tehát osztály első, mindenben a legelső, és mindig valahol, nyilván ez bennem is egy ilyen ösztönzerő volt saját magam felé, tehát jót tett, nagyon jót tett, de ugyanakkor nagyon erős volt bennem az, hogy egyszer mondja azt, hogy büszke vagyok rád, egyszer, és mindig az ő kedvét lestem. És mikor, aztán... Mikor mondtál először? Akkor, amikor jött a tehetségkutató, és ugye a nagy ellenszegülés, tehát hogy nehogy már énekesnő legyek, de az egy nagyon-nagyon erős kettősség volt bennem, hogy ez az életem, apám meg a másik életem, melyiket válaszom, a zenét, vagy apám zene, és azt mondtam, hogy jó, feljövök a tehetségkutatóba, ugye meg a sztárba, és apukám akkor mondta, hogy kitagad. Hogyha én kezelhetetlen lány vagyok, mi lesz az iskolában, mi lesz mindennel, kitagad. És jó, feljöttem. Nagy levegő, nagyot nyertem. Az nagyon, nagyon nagy döntés volt, mert imádtam. És nem is jött fel drukkolni egyszer sem. Anyukámat is eltiltotta, igen, de egy, most már mosolyogva mesélek róla. Nagyon rossz érzés volt kijárni minden hétvégén nagy élőadásba, úgyhogy Tóth Verán, a Gáspár Lacinak, mindenkinek a hozzátartozó transzparensekkel ott álltak, hajrá, Laci, Vera, ki volt? Nálam senki. Ki volt ott veled? Senki nem ült a jegyzőteremben. Ének tanárom jött el velem először, az zongoratanár, aki megsajnálta, hát hogy szegény lány, ezt tényleg ennyire szeretni, felmegyek veled. És édesanyámat engedte fel apukám legelső elődöntőre, de a döntőkbe már senki. Az osztályom készült, hogy majd meglepnek a gimis osztályom az utol, és pont akkor ki is estem. Szóval így senki, de az valahol így nem akartam soha, hogy sajnáljanak, így bennem egy még erősebb erő volt, hogy most én ezt egyedül megoldom.
És akkor így megoldottam. És ez is erőt adott. De utólag anyu mondta, hogy apád nézett a tévébe, megkönnyezte. És akkor ezek voltak azok, amik így visszatöltöttek, hogy azért valahol tényleg büszke rám, de soha nem mondta volna ki. Tudod, mint egy ilyen, ahogy meséled, mint egy ilyen Clint Eastwood film. Tényleg, nem vicces. A vicces szó sem jutott volna most eszembe. Nekem nagyon sokszor segít az, hogyha viccelődöm vele, mert akkor így kevésbé fáj. De azóta nagyon jó a viszonyunk, tehát hogy amióta tényleg sikeres vagyok a szakmámban, és szereztem még mellette két diplomát, hogy örüljön is, bár nem vagyok doktor, ennek ellenére azt nem tudtam teljesíteni, de se baj, de így is jól el vagyok, azóta már nagyon büszke, és most már megnyugodott. Amióta érzi rajtam, hogy sem a párkapcsolatomban, sem a munkámban, semmilyen fronton nem tud már hatni rám, mert meghallgatom, oké, apa, és teljesen más csinálok. És miután látja, hogy felesleges, és nem hat, nem tud manipulálni, azóta megnyugodott, és mindig azt mondja, most már az a fontos, hogy te boldog legyél. Úgyhogy nekem is meg kellett érnem erre, meg talán így ezáltal ő is. És akkor ezért van ez a tulajdonképpen egy kicsit ilyen vegyes viszonyod ehhez a nőiességhez. Igen, nagyon nehéz volt. Iszonyatosan nehéz volt. Nekem egy férfi onnantól kezdve nem állhatott mellém, hogyha ő nem volt férfi. Na, de az sem tetszett, hogyha olyan volt, mint apukám, mert azzal meg azonnal tűz összerobbantunk. Szóval, aki nem volt eléggé férfias mellettem, azt ledaráltam. Azonnal, nálunk ezek nem emberek, tehát hogy akkor nem tudsz megfogni igazán erősen marokkal egy vasvillát, akkor nem vagy ember a talpadon. Na hát belőlem is egy egyébként. Szegény férjem mikor vérzett volna el? Meg, szóval, hogy igen. Szóval igen, tehát ezt nekem is legbelül helyére kellett tennem. Meg hát a másik rész, ami meg egyébként is probléma a mai világban nagyon sok nőnél, az a fajta női emancipáció által kialakult öntudat a nőkben, az, hogy önellátóak vagyunk, karrieristák vagyunk, meg tudjuk csinálni, oldani, álmodni és tenni a saját álmainkat, céljainkat. Azáltal nyilván nem vagyunk, vagy nagyon-nagyon sok nőtársam nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe, és ezért könnyebb nemet mondani. Tudsz ilyen nagyon, nagyon cicás, nagyon bújós, nagyon, nagyon gyenge lenni mondjuk egy férfi mellett? Bármi meglepő, de tudok. De, nem meglepő, azért kérdezem. Tudom. Nagyon sok barátnőm ezen szokott röhögni. Nyűnyöröksz? Van, volt már erre is példa. Szóval, hogy beszélsz ide telefonon, hogy tedd le, te nem, te tedd. Nem, az te, nem. Nem. Jó. Főleg, hogyha hallja más. Jó, nem. Ez egyébként volt vőlegényem, ő mindig ezen röhögött, onnan tudta, hogy hol vagyok, hogy tudta, hogy szólok a telefonban. Tehát ha egyedül voltam, akkor, na hello, mi újság? Na nem, jó vagyok haza. Oké, jó, nem hülyeskedek. Viszont ha így vettem fel, hello, szia. Igen. Ja, jó, nem megyek majd. Azt mondod, jó, ki van mellette. És már azonnal tudta, hogy milyen helyzetben, közegben vagyok. Nem, egyébként ki vagy? Vagy kell, vagy nem tudom, így. Valamiért az van bennem, hogyha egyszer, nyilván ez régebben erősebb volt bennem, tehát most már nyilván tudok nyűrögni meg, hogy azért így el tudom. Nem tartom gyengének a nőket, de ez így belém lett építve, hogyha ilyen kis cuki vagy, akkor olyan kis elesett. Akkor pátyolgatni kell, akkor sajnálni kell, engem ne sajnáljon. Akkor azt úgy fel kell emelni, ne emeljen fel engem, és majd én felállok egyedül. Tehát, hogy ezeket így bennem így le kellett küzdeni, hogy ez így meglegyen. De például a színpadon nagyon csaj vagy. Csak egy ilyen erős csaj. De sminkbe dobálod a hajadat, riszálod a csípődet, szexi ruhákban vagy. Szóval, hogy közben minden női eszközzel még rápakolsz arra, hogy nő vagy. Igen, tanulom. De nagyon jó. Olyan jó, hogy ezt látod. Tehát tényleg, akkor érdemes, ezt akartam elérni. És, de tényleg, két véglet van. Az egyik azt látja, hogy ez nagyon-nagyon, ezt úgy vinném haza, tehát tényleg, csak ebbe gondolkodnak. És van a másik véglet, aki pedig azt mondja, hogy kijön és eljátsz, hogy ilyen halál erőszakos, mint egy pasi. És egyébként meg pont ez volt a cél, amit elmondta. És valahol ezt is próbálom közvetíteni, vagy sugározni magamból. Én nem akarok férfi lenni, én nő akarok lenni, és az is vagyok, de hogy egyébként nem feltétlenül kell nem nőnek tekinteni valakire, hogyha az mondjuk nem ilyen kis cuki-muki. Mert nagyon sokszor szűk családi körben mindig mondták, hogy Henny, neked biztos bejön ez a rap vonal? Tehát olyan szép hangod van, miért nem énekelsz ilyen nagy, ilyen ízlé, Whitney Houston dalokat, meg nem tudom, ilyen ha. És mert unom, mondom, mert abból ezer van. Kiállhatnék bármikor nagy estébe, mert mindenki ezt mondta, úgy megnéznénk egy nagymamám, szüleim persze, nyilván a más generáció.
kiállnánk, és akkor látnánk ilyen Rivalda film, és akkor állnál, nem is kellene táncolnod, csak nagyot éneken. Nani, annyi ilyen volt már, és egyébként az meg nem jött úgy be. Nem azért, mert nem tudom elénekelni, hanem mert megcsinálják helyettem még 20-an, uh-huh. és teljesen más eszköztáruk van, azoktól elhiszed. Most tőlem elhinnéd. Nyilván van az a pillanat, meg van az a pont, amikor tőlem a lírát, azt olyan őszintességgel tudod fogadni, hogy azt mondod, hogy ezt elhittem. De az, hogy engem úgy kiállítanak, engem ne állítson oda senki sehová. Pont azóta, mióta a saját magam útját járom, azóta érzem magam igazán sikeresnek. És ez majd úgy formálódik. Rájöttem, hogy nem szabad nézni azt, hogy mire vevő a közönség, mi megy külföldön, mit mond a Nagyi, mit mond a nem tudom ki. Pont ez a megfelelési kényszer, az így annyira eltűnt bennem, hogy... És akkor nyilván magamnak is felteszem a kérdést, hogy tényleg 30 felett kezdtem el rappelni, most én van eszem, tényleg? Amikor más már, akkor gyereket szül meg. Én meg most halálvagányban nyomom a színpadon, és azt mondtam, hogy és akkor mi van? Most találtam meg magam, és most csinálom. Aztán majd lehet, hogyha valami ér, tehát tényleg egy más életszakaszomba kerülök, akkor lehet, hogy majd valami más jön belőlem, de most én előre nem fogom leírni. Miért Gwen Stefani 3 gyerekkel szuper csajos, és mégis... Persze. Egyébként meg arra is rájöttem, hogy ha az ember ezekkel így foglalkozik, tehát most mind én ezzel akár, vagy hogyha lenne 2 gyerekem, akkor azt tennék fel, miért nincs 3., miért hagytam ilyen gyorsan abba, most akkor vége a karrieremnek, most akkor hogy fogok vizet? Mindig van valami okosság, amivel így okosítják az embereket, hogyha hagyjuk nyilván, hogy hasonl ránk. Nagyon erős és nagyon stabil és nagyon saját közösséget építettél magad köré. És kicsit olyan, ugye inkább az internetes felületeket használod, mint hogyha teljesen leváltál volna egyébként a popszakmáról. Tehát, hogy így nem tudsz senkiről szinte semmit, nem nagyon tartod a kapcsolatot, de mégis van egy hihetetlen erős rajongótáborod, aki gyakorlatilag elmegy melletted az utcán, és 3 hétig azt osztja meg, hogy Dérheni elment mellettem az utcán. Hát most ezeket is néztem, hogy gyakorlatilag ilyen fanatikus rajongóid vannak. És akár 10 évesek, és 20 évesek, tehát olyan nagyon-nagyon fiatalok közül. Nagyon-nagyon érdekes, olyan maximalista vagyok, és mindig nagyon-nagyon terveztem eddig mindent az életemben. Közben sminkelhetsz. Elfelejtettem. Ja, annyira figyeltem rá, hogy elfelejtettem, mert hogy abban maradtunk. Várjál, mert azért annyira... Abban maradtunk, hogy igazából téged ez az egész annyira nem érdekel, ez a smink dolog. Igen. Mert az utcára, nem is nagyon sminkelsz. Szoktam egyébként azért egy kis alapozót, light alapozót, spirált, azért mindig pakolok magamra. De hogy így igazából ennyi. Tehát én még a legegyszerűbb. A színpadon is egyébként, tehát zömmel én szoktam sminkelni magam, a nagy koncertekre szoktam, vagy különleges eseményekre, diátadókra sminkessel dolgozni, de egyébként meg magamat, és már nem mesem túlzásba. Régen a nagyon-nagyon minden fekete haj. Emlékszem. Igen, az volt a tínédzserénem, fekete hajjal, hát ez nyilván mindenkinek van egy ilyen szakasza, de egyébként most már minél kevesebb, és teljesen mindegy, hogy néz ki tőle az ember. Én úgy vagyok vele, hogy belülről kell sugároznunk magunkból bármit. Tehát azzal kell megbarátkoznia, és egyébként motivációs előadásokat tartok a saját sulimban, és képzeld, tök jól bejött az, hogy rávilágítom az embereket, vagy megpróbálom rávilágítani az embereket, ez nagyon világos lesz, hogy ne máshoz akarják hasonlítani magukat, ne más milyenek akarjanak lenni, hanem próbáljanak meg elfogadni saját magukban minden olyan dolgot, ami egyébként ott van benne, és ne azzal foglalkozzon, hogy mi mindene rossz. Jaj, hogy nézel ki? Ne! Egy olyat találj saját magadban, amit szeretsz, ami úgy gondolod, hogy más, mint a többi, és arra fel lehet építeni egy egész személyiséget. És nem kell műtét, meg úgyse leszünk olyanok, mint a Pamela Anderson, de mindannyian mások vagyunk. És például az ilyen műhaj, műszempilla, alkalmanként, hogyha olyan koncertem van, akkor nyilván, ami ilyen impozánsnak néz ki, ami egyébként nem roncsolja a saját hajamat, tehát ilyen óriási, vagy nem tudom, ilyen műfonatot így ráaplikál a fodrászom, az nagyon tetszik. Ami messziről is nagyon jól néz ki, és akkor nyilván játszik az óriás nagy műszempilla, de egyébként mindenem természetes. Tehát, hogy ilyen tartós cucca semmi? Nem is szeretem egyébként, de kicsesztem magammal, mert mondjuk 10 évvel ezelőtt már ezt elkezdtem hangoztatni,
hogy a természetesség milyen jó dolog, persze 20 évesen az ember még könnyen hangoztatja, és aztán úgy marad. Tehát, hogyha utána, hogyha most én hirtelen elkezdeném magamat szétműteni, akkor én nagyon figyelek arra, hogy próbáljak következetes lenni, és amit mondok, akkor azt úgy is cselekedjem. Nyilván megváltozhat időközben az ember véleménye, de én akkor is azt mondom, hogy most igazam volt abban, hogy a természetesség azért ez mindig nyerő. Úgyhogy... mi az, amit a legjobban... Nem tudom, ja, azt hittem, azt kérdezem, mi az, amit most magadra nem. teszed, nem tudom. Nem, azt akartam, hanem azt szerettem volna, hogy mi az, amit a legjobban szeretsz magadban, vagy magadon? Azt szeretem legjobban saját magamban, ami egyébként a legnagyobb ellenségem is. Az a fajta határozottság, az a fajta a jéghátán is megélek énem. Hogyha, ami megnyugtat abból a szempontból, hogyha nekem bármikor is lesz családom, teljesen mindegy, hogy alakul az élet, én biztos, hogy azt a részemet, azt nagyon-nagyon fogom szeretni, hogy bármit megteszek a gyerekemért, és hogy nem kell aggódni, nem leszek elesett, nem kell befogadjon bárki, nem kell, hogy majd ilyen cselekhez folyamodjak, vagy nem tudom, amit mások szoktak csinálni, ahhoz, hogy élni tudjunk. Olyan aranyos, hogy mindig arra készülsz, gyakorlatilag amit a beszélgetünk, arról beszélsz, arra készülsz, hogy az a helyzet ne álljon elő, hogy majd egyszer neked gyengének kell lenni, amikor... Olyan, mintha egy örökös háborúra készülnek, nem? Igen, erre gondoltam. Mint olyan háborús készültség lenne, igen. És akkor minden reggel felkelünk, edzeni kell, mert sosem lehet tudni, igen. És én is ezt érzem, lehet, hogy valami előző életbeli parám bennem ragadt, mert nem tudom, mire készülök nőként, meg főleg. Mire számítok, hogy majd vagy. Hátamra csapom az óriás nagy hadlövetűt, és akkor elindulok a hova. Tehát, hogy nem tudom, én sem tudom, és már gondolkodtam ezen, nem, miért kelek fel minden reggel úgy, mintha nem tudom, atom támadásba. Én lennék az egyetlen, aki majd meg tudná menteni a földet. Fogalmam sincs, de valahogy bennem van. Ugye nem gyűjtesz konzervet titokban az ágyad alatt? Nem, de gondoltam rá, biztos milyen jó lenne. Túlélőszett van a kocsimban egyébként. Kis takaró, elemlámpa, kerék szerelőjavítószett, és mi van még? Ja, és hát mindig van nálam egy ilyen kis szendvicses doboz, amiben időnként próbálok friss élelmet pakolni. Te vagy az a csaj, aki tud kereket cserélni. Egyébként tudok, csak most már, kérdezik, és ki vagyok akadva, mert az új kocsimban már nincs pótkerék. Ez szörnyű. És lehet. Ez olyan bizonytalanság érzetet. Hú, figyelj, bele se akarok gondolni. Tényleg telefonálnom kell, ha valami történik az autómban, és addig várok, és ott állok. Miért nem tudok egy addig ott kicserélni valamit? Tehát addig lemegy a nap, amíg odaér valaki, nem? Hogy ez milyen kiszolgáltatottá teszi megint az ember. Van bennem egy ilyen kis kontrollmánia. Erre is gondoltam, hogyha valami felett nem érzem, hogy nem tudom, hogy mi a megoldása, vagy hogy mit tudnék tenni ahhoz, hogy az a valami ott megjavuljon, de nincs rá terv, akkor olyan talaj nélkül érzem magam. Hirtelen. Ú, de kemény vagy, figyelj. Ha most meg kéne mondanom, hogy van-e pótkerék a kocsimba, nem az van, nekem van telefonszám, akit felhívjak, hogy egyébként én vagyok, figyú, és akkor... Egyébként ez a normális, tehát ez így működik, ne egyáltalán nem akadom ki ezen, hogy ez így... az kék színűt, ne tegyünk már a szememre. Várjál, keressük a feketét. Ja, nem tudom, észrevette, de hogy egyszerre több felé nem megy a figyelés. Ugye nincsen a tornacipőt szárában kis kés. Nincs. Jó. Az nincs. Nincs, de egyébként minden ilyen dolgot nagyon imádok. Minden olyan dolgot, ami extrém. Szeretnék most elvégezni a sportlövészetét, elkezdeni... Itt az ideje, Henné. Szeretek. Nyára egy jó aikido tábor, ki tudja, bármi történhet. És egyébként most röhögsz, vagy most viccelődünk, de tényleg ilyeneken gondolkodom. Tehát, hogy minden, és nem tehetek róla, tehát, hogy már próbálkoztak barátnőim, hogy megfogta. Főzőiskola, manikűr, továbbképzés, agyagozás. A főzést azt imádom. Az egy, ami végre úgy örülök, hogy végre valami, ami női dolog, és imádom. De már próbálták a barátnőim, hogy megfogták közlem. Jó, Henny, akkor most megyünk vásárolni. És elmentünk vásárolni, és mi, hogy rosszul voltam. Ott ültem, mint a rossz férfi, aki így ezen a kanapén, és mondom, nem tudom, jól áll, nem áll, jó, haladjunk már, nem tök mindegy. Én, ha megyek, akkor én tudom, hogy mit, tehát, hogy nem. Beiratlak nem. Karácsony egy ilyen műhímző tanfolyamra, jó? Na hát azzal egyébként, igen, azzal ráülne a szememre. És tényleg itt fogom ezt kihúzni előtted? Igen, na megmutatom, hogy kell akkor... kihúzni cerkával a szemet, jó. Közben mesélj valamit.
Nem, én próbálom feldolgozni, amiket mondtál, annyira... Á, nehéz lesz, én mondtam. Ehhez nekem most lehet, hogy ennél több idő kell, pedig már viszonylag sok mindenre fel vagyok készülve, de ez most... De 10 éve még azért ezt ennyire nem láttad bennem. Már másra nem. Nagyon régóta ismerik egymást. Hát meg nagyon, nagyon pontosan megfogalmazod, meg ilyen nagyon keményen fogalmazol, szóval... Ja, hogy ez meg a másik, ami beteg, hogy így... én magamat ugyanolyan jól meg tudom diagnosztizálnom a problémát. Igen, szóval, hogy nem vagy kedves, vagy megbocsájtó, vagy egyáltalán magammal ilyen szelíd magaddal. Nem. Azt mondom, hogy magaddal, hanem annyira sarkosan fogalmazó, hogy ez ilyen sokkoló. Ez a különbség, látod? Látom. Ennyit számít a... Ja, jó, gyorsan megszám a másik oldalt is. Az jó. Szóval, igen, nem vagyok megbocsájtó magammal, de kicsit olyan, mintha így humorizálnék, tehát most már el tudod képzelni, hogy azért otthon milyen helyzet uralkodik, aki mondjuk megpróbálja ezt a harcot így felvenni velem, vagy a versenyt, vagy nem tudom, megpróbál megszelídíteni, vagy bármilyen, azért az ember a talpán. Most így nektek mondom, bárki, aki velem képes lesz hosszú távon együtt élni, annak azért így egy 20 év múlva szobrot állítok. De azért van benned, de látod magad kívülről pontosan, azért van benned hajlam arra, hogy változtass? Aha. Van, persze. Ha van kiért, akkor mindenképp. És edzésmánia, vagy legalábbis ez, mert mondom, annyira karakteresen látszik minden felületeden az, hogy ez neked nagyon fontos, és hogy prioritás, hogy kemények legyenek az izmaid, hogy edzél, hogy megfeszíts magad. Csak nem is azt látom benne, hogy te fogyókurázol, vagy ezt azért csinálom, hogy ilyen legyek. Igen, hanem egyszerűen azt látom, hogy te így ezt a küzdést szereted a sportban és is. A versenyt, igen, és keresem azt, hogy hol tudnék menni, és akkor menjünk, és akkor tudok jót edzeni, hogyha nem egyedül edzem, mert akkor azonnal megvan, hogy húzzuk egymást. Fú, nem tudom, hogy ez hogy jött bennem, de tudom egyébként, az is egy ilyen bosszúságból fakadt, és megfelelési kényszerből, azt pedig a volt vőlegényemnek köszönhetem, akik egy sportoló családban, hát mindenki focizott, mindenki. És akkor untam már, és ugye ott volt Görbe, a családi ebédeknél ugye szintén a volt sógornő. Hát leültünk, és akármit kezdtünk el, pókereztünk, kártyáztunk, bármit csináltunk. Mindig a vesztes az nem ivott, mint egy normális helyen, nem? Hát akkor le kell dobnod egy... Normális egynál is szép? Úristen, nagyon hát, fura, egyre furának érzem magam elég. Nem, de tényleg, tehát akkor mit tudom, én szívesebben megiszok, vagy megitatok a vesztessel valamit, mert az poém. Nem, itt egyből 20 fekvőtámasz. Nem, de jó. És akkor én mondtam, hát nyilván nem mindig nyertem, és akkor fekvőtámasz, és annyira megalázva éreztem magam, hogy ott családi ebédnél? Hát már utána, okay, ott ül egy válogatott kézilabda. És a Szenteste, nem tudom, az súlyzoztatok? Vagy? Nagyon durva, de várj, ők már még nem edzenek, tehát hogy ők már nem aktív sportolók, de még mindig meg tudták csinálni, és ott előttük ilyen megalázott helyzetben, ott kellett fekvőtámaszkodnom, miközben mellettem megy a mosógép, látod magad előtt? Nem akarom. Azon gondolkodom, hogy 10-et nem tudok megcsinálni. Úristen! És akkor ment, és ők tényleg szétsevasztak. Persze, mert ez csak egy énekes. Na, mondom, apám kettő, tök jó, kaptam még egy ilyen pasit. És azt mondtam legbelül... Hogy látom, hogy ülök a nyosoméknál, és azért 4 ütemű fekvőtámaszt kell csinálni, meg kikaptam activity-ben. És én egy szar énekesnőnek lettem titulálva, mondom, hogy tényleg ez is egy szakma. De mondom, jó, oké, tudjátok mit? És ott elkezdtem. És akkor azt mondtam, jó, másnap elkezdek edzeni, mert bennem van, mert meg tudom csinálni. És 9 hónapon keresztül, figyelj, nem egyből lettem ennél, 9 hónapon keresztül minden nap 2 óra minimum az edzőterem edzővel. Ahhoz, hogy elérjem ezt a formát. Én az a típusú gyerek vagyok, akinek egyszer mondasz egy ilyet, és azt mondom, hogy micsoda, és megcsinálom, és jövök. És holnap után jövök, és bemutatom, hogy tessék. Mindenre képes az ember. Ha nő, ha férfi, csak akarni kell. Á, nem is tudsz te csinálni egy 6x4 méteres goblenk szerintem. Szerintem egyébként te teljesen alkalmatlan vagy, Henny. Neked ez a goblenk bizony nem fog menni. Ezt nem próbálta ki egyébként senki, hogy valahogy így próbáljanak hatni rám. De igen, így kellene rávenni erre a dologra. Valószínűleg akkor működne. A barátaid helyében ilyen irgalmatlan nagy hülyeségeket találnék ki. És azokat csináltatnám meg veled, de... Próbálkoztak, serényen egyébként, csak most de már... Ugrasz minden hülyeségre, mert most nem most mindegy. Már azért nem, azért most már nem ugrom le 15 méter magasról, hogyha elmegyünk kanyoningra, vagy nem tudom. Figyú, és hogyha a gyereked ezt fogja csinálni? Nem. Ja, azt nem tudtam, hogy nem, de jó. Hát ezt nem tudom, abba beleőszülök, nem tudom. Hát ilyen ne legyen, mint én. Hát de megőrülök. Hát én ezt nem fogom tudni bírni. Főleg ha lány. Nem, ha lány, akkor egy kicsit örülnék, ha ilyen lenne, mert akkor tudom, hogy nem kadódik el.
De én éveken keresztül mindig azt mondtam, hogy nekem mindegy, hogy mi lesz, csak Ába kísérje. Mert úgy valahogy semmi más nem tudtam magam mellé elképzelni. Ezt a mondatot édesapád meglehetősen jól belénnyomta. Konkrétan ezt mondtad az interjú elején, csak most máshogy fogalmaztál. Igen, és aztán most már így örülök bárminek, mert valószínűleg olyan lesz, csak hogy ezt kezelni, ezt vissza fogja adni nekem a sors hatszorosan, úgy érzem. Ráadásul úgy, hogy ezt mindennél jobban fogom szeretni, tehát valószínűleg a kenyére fog tudni kenni 6000-szer naponta, és nagyon nehezen fogok ráhatni. Franz se tudja, ez majd kiderül. Annyira indokolatlan és hülyeség lenne, hogyha most azt mondanám, hogy fejezd be a sminked, úgyhogy nem mondom. Nem, tényleg. Egyébként még... Nem, egyszerűen ebben a beszélgetésben ennek most egyáltalán nincsen értelme. Sokszor mert szerintem sokkal fontosabb dolgokat mondtál magadról, mint hogyha megmutattad volna, hogy hogyan konturozott körbe a szádat. Ezt szoktam mondani, hogy lehet mondani bármit. Így néz ki az ember, úgy néz ki az ember, de hogy már nem ezzel foglalkozunk. Van egy szint, amikor már ennél sokkal fontosabb dolgok visznek előre, vagy határoznak meg minket. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.